jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni. Gábor Dénes. Hologram az önök otthonában is található. Ha máshol nem, hát a pénztárcájukban biztosan. A holográfiát a 120 évvel ezelőtt született Gábor Dénes találta fel, kifejlesztéséért pedig 1971-ben fizikai Nobel-díjat kapott. A holográfiát azóta több területen is alkalmazzák, ilyen például a bankkártyán vagy a papírpénzen található biztonsági azonosító. A mai multiverzumban a Gábor Dénes emlékéhez kapcsolódva a holográfiával foglalkozunk. Holografikus adattárolás és titkosítás, a BME kvantumoptikai laboratóriuma. A Gábor Dénes díjas kutató Szabó Gábor, tárlatvezetés a Lézerbirodalomban. 3D-s film szemüveg nélkül, holográfia a mozivásznon és az otthonunkban. Segítsen Obi-Wan Kenobi! Ön az utolsó reményem! A Csillagok háborúja rajongói számára ismerős lehet ez a jelenet. Leia hercegnő holografikus másának segélykiáltása. Ez egy olyan filmes trükk, amikor olyasmit látunk a képernyőn, ami a valóságban nincs is ott. Ma tévés trükköket mutatunk be önöknek. Műsorunk kíváncsi és mindig online, úgyhogy keressenek minket az interneten is. Látogassanak el a mediaclick.hu weboldalra, vagy kattintsanak az M5 hivatalos Facebook oldalára. Ötleteiket, javaslataikat a multiverzum@mtva.hu e-mail címre várjuk. Mindez idáig az ember a természettel állt szemben. Mostantól a saját természetével fog szemben állni. Gábor Dénes, Nobel-díjas magyar mérnök, feltaláló, később társadalomtudós, több nagy sikerű könyv írója, a Brit Királyi Társaság, valamint a Római Klub tagja. 1900. június 5-én született Budapesten, és 1979. február 9-én hunyt el Londonban. Már gyermekkorában megmutatta példátlan tehetségét. Vázlatrajzai olyan érdeklődésről tanúskodtak, amely már a főreáliskolai fizika tanárát is zavarba hozta. Még alig 10 éves tanuló, amikor első találmányi bejelentését, az aeroplán körhintát megteszi, és amelyre az akkori jogszabályok szerint szabadalmi védelmet is kap. Egyetemi tanulmányait a Budapesti József Műegyetem gépészmérnöki képzésével kezdte, de a katonai behívó elől Berlinbe utazott, és hamarosan Charlottenburgban, a Technische Hochschule-ban folytatta tanulmányait. Fizikát tanult Albert Einsteintől. 25 évesen már 60 kV-os működő oszcilloszkópot épített, megalkotta az elektronmikroszkóphoz szükséges elektronlencsét, amelynek elvét azóta is használják. Szilárd Leóval vitatkoztak az elektronmikroszkóp megépítésének lehetőségéről. Ezek a találmányok, valamint a mérnöki viták és a mindig tökéletességre törő szellemisége vezették ahhoz a felismeréshez, hogy miként is lehetséges egy tárgy térhatású képét koherens fényforrás segítségével előállítani. Nos, ezt az elektron interferencia mintát nevezte el hologramnak. Majd csak az 1960-as évek elején, immár Angliában, az Imperial College-ben, a lézer megszületése nyomán tökéletesítette azt az elvet és a berendezését, a holográfiát, amiért aztán 1971-ben Nobel-díjat is kap. Életének utolsó periódusában, a mérnöki feltalálói alkotásoknak sorsát látva, a műszaki fejlődésnek a társadalomra gyakorolt hatásait elemezve vált társadalomtudóssá. Mindig azon gondolkodott, hogyha valamit csinál, abból hogyan potyog ki a sült krumpli. Tehát hogyan lehetne ezt hasznosítani? Tehát a fizikusi vénája mellett a mérnöki vénája legalább olyan erős volt. És ezért bármivel foglalkozott, abból mindig kijött valami. És hát ő tulajdonképpen elektronoptikával foglalkozott, a tévéképernyőknek minőségének javításával például, és így jutott el odáig is, hogy az elektromikroszkópok javítását is véghez vigye. És ebből született aztán a holográfia is. Angliába járva eljutottam az Imperial College-ba, ez tulajdonképpen a londoni műszaki egyetem, a világ egyik legjobb
hanem a legjobb műszaki egyeteme, Gábor Dénes ott volt professzor. És ez egy alkalom volt, amikor találkoztam vele, és hát nekem ez a beszélgetés nagyon fontos volt, mert sok minden olyasmit mondott, ami az utána következő évek tevékenységemet elég erősen befolyásolta. Gábor Dénes Angliában is sztárként szerepelt, tehát nem csak Magyarországon, sőt, Magyarországon azt kell mondanom, hogy sokáig elég sok hallgatás vette körül. És a Novofernek óriási szerepe volt abban már akkor, hogy ebből valóban olyasmi lett Magyarországon, amit most már elég sokan ismernek. Ő 1962-ben járt Magyarországon, ha jól emlékszem. Hát én 1958-ban végeztem, tehát kezdő fizikus voltam akkor. Hát láttam őt, de hát ugye én nem érhettem előtt, mert a nagyok vették őt körül. A magyar gondolkodásmód ott volt benne. És tulajdonképpen ez nekem önbizalmat is jelentett, mert azért abban az időben tudományt művelni, amikor nem volt devizánk arra, hogy az igazán fejlett műszereket megvegyük, azt is nekünk kellett megcsinálni. Én a diplomamunkámhoz szükséges berendezést magam forrazgattam össze például. Az, hogy kellő önbizalma legyen az embernek ahhoz, hogy ezt művelje, ezt én többek között Gábor Dénessel való beszélgetésből merítettem. Hát a tokmakot, ha megfogod és odébb húzom. Megfogom és odébb húzom, így egy ujjal, akkor tokmak el tud bújni. Igen, sigér mögé. És aztán ki tud kukucskálni oda. Hát ez nagyon jó játék. Háromdimenziós képet nem csak hologramként készíthetünk. Itt az M4 Sport stúdiójában is van egy csomó olyan tárgy, amelyet önök látnak, a valóságban azonban még sincsenek jelen. De hogy ez hogy is van, arról nekem fogalmam sincs. Igen, hát ez az AR technológia, amit itt az M4 Sportnál használunk, az az Augmented Reality, kiterjesztett valóság. Ez egy érdekes ötvözete a valóságnak és a virtuális valóságnak. Tehát ugye a valóságot ismerjük, szemünkkel látjuk, kamerával fényképezhetjük, a virtuális teret is ismerhetjük már akár 20 éve, mondjuk számítógépes játékokból. Na most ezt a kettőt összehozzuk, hogy egyszerre látod a valóságot és a virtuálist is, azt nevezhetjük AR-nek. Itt a hátam mögött most egyszer csak lett valami, egy szakadék, én ide még nyugodtan felállok, de önök a képernyőn már talán azt látják, hogy én itt egy gödör peremén egyensúlyozom. Ez maga az AR, amiről beszéltél, tehát az, hogy itt van ez a gödör, ami a valóságban nincs, és itt vagyok én, aki a valóságban is vagyok, ha jól értettem. Így van, és amit a nézők látnak, fölemelkedett egy autó a padlóból. Én ezt a saját szabad szememmel nem látom, ez ugye egy számítógépes trükk. Ez egy háromdimenziós modell, számítógépes grafikával készül. Amitől ez AR lesz, az, hogy a virtuális kamerát szinkronba hozzuk a valós kamerával, és ugyanabból a szögből mutatjuk a valós díszletet és a virtuális díszletet, hogyha méretarányok is stimmelnek, akkor már létre is jön ez a fantasztikus trükk. Azt már tudjuk, hogy a modern technika csodákra képes, de milyen filmes trükkök voltak a számítógépek megjelenése előtt? A számítógépek megjelenése előtt olyan trükkök voltak, amit mi mindannyian kitaláltunk, akik itt voltunk, műszakiak, rendezők, szerkesztők, operatőrök. Ez egy nagyon nagy közös játék volt, és egy nagyon nagy közös munka. Ez az egész, hogy mikor indult. Mint látjátok, belítettek a stúdióba, és közel 40 számítógép volt itt, ami nekünk nem volt adott. Nekünk az volt adott, hogy ki kell találnunk azt, hogy mi legyen holnap, holnap után. Hogy hogyan indult? A Rajnai Andrással indult, akinek az volt a igény, és azt szerette volna, hogy az összes mitológiai történetet feldolgozza. Ezt elindította nem mitológiával, hanem Dante Pokol című művével. Csináltatok egy makettet, és akkor a színészek egy valamilyen teljesen steril térben mozogtak, és aztán ezt a kettőt valahogy összeraktátok? Vagy igen. Igen. Pontosan így. Tehát ezt úgy hívják a műszaki nyelven, hogy kromaké technika, amikor van egy díszlet, és abból kilopunk egy színt. Itt vagy a kék, vagy a zöld színt loptuk ki, annak a helyére illesztettük be ezeket a makett képeket, amit egy másik kamera vett. Tehát tulajdonképpen két kamerának az összjátéka határozta meg azt, hogy mit lát a kedves néző otthon. Képzeld el, hogy azok a makettek, melyeket látunk
egy-egy rajnai moziban, egy televíziós mesék felnőttekben, a magassága nem hallotta meg az egy métert sem. Tehát ezek egy nagyon kicsi, egyetlen egy íróasztalon elfértek ezek a makettek, és ebből tudtunk egy végtelen valóságot létrehozni. Ez volt annak idején az augmented reality, vagy pedig a kiterjesztett valóság számunkra a 70-es, 80-as években. És most térjünk vissza a holográfiához, amelyet a titkosításban is használnak. Az atomfizika tanszéknek a kvantumoptikai laboratóriumában vagyunk, ami egy vadonatúj laboratórium. Hát itt, ha úgy tetszik, akkor Gábor Dénes örökségét folytatva kvantumoptikai kísérletekkel foglalkozunk, amelynek a lényege, hogy egy újfajta, egy új generációs távközlési rendszer alapvető optikai elemeit fejlesztjük és kísérletezzük ki. Itt már számításba kell vennünk a fénynek a részecske természetét, vagy legalábbis azt, hogy a fény energiája az apró kvantumokban, apró elemi fény energiaegységekben érkezik, és mi ilyen kis intenzitású fénnyel, tehát darabszámban mérhető fotonokkal kívánunk optikai kísérleteket végezni, és ezt felhasználni arra, hogy különféle távközlési megoldásokat dolgozom ki ilyen kis intenzitású fények segítségével. Látvány vagy éppen szivárvány hologram. A Nobel-díjas magyar fizikus Gábor Dénes találmányát, a holográfiát napjainkban számos területen alkalmazzák. Gábor Dénes maga mondta, hogy nem gondolta volna, hogy ez az alapötlet, amit nem is feltétlenül fényre, hanem ha jól tudom, akkor elektron hullámokra próbált alkalmazni először, hogy ez egy ekkora univerzumot teremt. Ahhoz azonban, hogy megérthessük, mi is az a holografikus adattárolás vagy holografikus titkosítás, Sarkadi Tamás, a Budapesti Műszaki Egyetem docense szemlélteti nekünk, hogyan is működik a holográfia. A rögzített hologram az lényegét tekintve egy interferencia kép, vagyis a hologram felületen vagy fényképező felületen rögzített sötét és világos, látszólag véletlenszerű foltok halmaza, amelyen a fény valamilyen speciális módon képes szóródni. Ezt könnyen láthatjuk, hogyha egy ilyen hologram lemezt átvilágítunk egy lézersugárral, akkor a távoli ernyőn gyönyörűen látszik talán az, hogy attól függően, hogy a hologram lemeznek mely területét világítjuk át, másképp és másképp szóródik az eredeti fénysugár, és ezen szórt fényhullámok együttese képes előidézni azt az illúziót, hogy a szemünkben rekonstruálódni képes az eredeti tárgynak a képe. A hologramok egyébként a hétköznapjainkban is jelen vannak, a tárcánkban, a papírpénzeken vagy az irattartónkban. Míg a pénz többi része, hát nem mondom, hogy egyszerű nyomda technológiával, de viszonylag talán könnyebben reprodukálható. A fény elhajlik, és ezt a szivárvány színű difrakciónak nevezett jelenséget létrehozza. Ezek a hajszál vastagságánál mintegy százszor vékonyabb felbontású struktúrát jelentenek. Hát ezt nagyon nehéz egyszerű nyomdászati technológiákkal reprodukálni. Hasonlóképpen működik a holografikus adattárolás és a titkosítás is. Lényege, hogy a holografikus adatokat rejtő zárat csak a titkosító kulccsal tudjuk kinyitni. Ezt a készülékbe, mint egy bankkártyaolvasó automatába be lehetett helyezni, ahol itt a készülék belsejében található optikai rendszer ezt képes volt írni, tehát létrehozza a tárgyhullámot és ezt a referencia hullámot, a megfelelően modulált fénnyel megvilágítja ugye ezt a lemezt, amely fényre a lemezre fókuszálódik, és ott létrejön ez a hologram. Kiolvasáskor pedig csak az úgynevezett referencia hullámmal, tehát a titkosító kulcsként használt referencia hullámmal világítja meg a készülék a kiszemelt hologramot. Bár Gábor Dénes talán még nem is tudta, milyen új univerzumot teremt találmányával, napjaink technológiáit alapvetően határozza meg a holográfia jelenléte. Emmetten Lees és Jerisse Patnieks egy lépéssel tovább fejlesztette Gábor Dénes holográfia eljárását. Míg a Nobel-díjas magyar fizikus elektronhullámokkal dolgozott, addig a Michigani Egyetem két professzora a lézert hívta segítségül a hologramok elkészítéséhez.
A következő percekben egy Gábor Dénes díjas kutató kalauzol minket a lézerbirodalomban, az ELI lézerközpontban. Ilyen csúcslézerekről nem is álmodhatott 1947 és 1952 között Gábor Dénes, amikor megalkotta a hologramot. Munkája akkor talán leginkább bátor, ám zseniális jövőbetekintés volt. Ez a találmány annak idején nem is keltett akkora visszhangot, hanem aztán, amikor a lézereket felfedezték, és hirtelen lehetőség lett arra, hogy gyakorlatilag jól használható hologramokat készítsenek, akkor aztán óriási, mondjuk azt, hogy új történetírás kezdődött a hologram szempontjából, hiszen egyszer csak kiderült, hogy egy nagyon sok szempontból, nagyon sok gyakorlati alkalmazásra, alkalmas technikáról van szó, ezért is az sem véletlen, hogy 1971-ben kapta meg a Nobel-díjat, úgyhogy 52 és a 60-as évek közepe között gyakorlatilag 10 évig, 15 évig majdnem csend volt a hologram körül. A Szegedi Lézerközpontban akár naponta születhetnek tudományos áttörések, a technika adott hozzá. Ez és a tudás azonban nem minden, erre Gábor Dénes élete is kiváló példa. Én azt gondolom egyébként, hogy Gábor Dénes életművében a hologram nagyon fontos elem, de azért az ő életművében én sokkal fontosabbnak tartom azt a gondolkodásmódot, azt a megközelítést, amit ő alkalmazott, hiszen ő úgy gondolom, hogy évtizedekkel előzte meg a korát abban a gondolkodásban, hogy a tudomány az probléma megoldásra való. Nem disziplinákat kell művelni, hanem a tudomány a problémákat kell megoldani. Én azt gondolom, hogy a mai világ számára ez az igazi üzenet. A Szegedi Lézerközpont igazgatója szerint a természet nem tudja, hol vannak a fizika, a kémia vagy biológia között a határok. A természetben csak megoldásra váró problémák vannak, a kérdésekre pedig nekik, kutatóknak kell választ adniuk. Én azt gondolom, hogy az ELI küldetésére úgy kell tekinteni, ahogy Gábor Dénes tekintett a világra. Az ELI-nek az a feladata, hogy van egy bizonyos szakterületen világszínvonalú berendezés állomány. De ezzel a berendezés állománnyal nem önmagát kell kutatni, itt nem lézerkutatások fognak folyni, azok is persze, mert hiszen a lézereket továbbfejleszteni az egy szükséges dolog, de nem ez a fő cél. A fő cél az, hogy a lézertechnika nyújtotta lehetőségeket, minél szélesebb tudományterületeken alkalmazzuk. Itt is van egy olyan projekt, aminek az egyik várható eredménye az az, hogy könnyebbé válik a nukleáris hulladékok kezelése, és egyúttal azt a szellemet szolgálja, hogy az emberiségnek egy nagyon fontos problémája a fenntarthatósághoz, hogy megtanulja kezelni a saját maga által előállított hulladékokat. Gábor Dénes díjas fizikusként Szabó Gábor professzor is a gyakorlati fizika útját követi. Tudását igyekszik az aktuális problémák megoldására felhasználni. Most például azon is dolgoznak kollégáival, hogy kiderítsék, mennyire véd a maszk a koronavírus ellen. Elkezdtünk ilyen méréseket végezni, és ha valakinek esetleg kételjei vannak, akkor azt szeretném mondani, hogy abban a részecske méret tartományban, ami a vírus terjedés szempontjából a legfontosabb, az általunk vizsgált maszkokból, még a nem nagyon jók is, körülbelül a 95%-át visszatartják annak a részecske méretnek, ami a legrosszabb fajtája a vírushordozónak. A jó maszkok esetében a visszatartási képesség az 99,5%. Gondolom, itt tényleg csak a fantázia szabhatár, bármi elkészíthető. Ennek olyan szempontból van funkciója, hogy tényleg sokkal nagyobbak a lehetőségek, vagy egész egyszerűen praktikusabb, hiszen nem kell díszletelemeket tárolni, mondjuk például egy versenyautót. Igen, hát persze vannak olyan dolgok, amiket azért jelenítünk meg így, mert költséghatékonyabb, de vannak olyan dolgok is, amiket egyszerűen lehetetlen lenne valóságban megmutatni. Például egy stadionnak a makettjét be tudjuk hozni ide a stúdióba. Tehát ez az a kamera, ahol az operatőr látja a valóságot és a virtuális valóságot is egy időben, ugye? Így van, így van. Itt a felső képernyőn látszik a kamerának a képe, amit minden kamerán ugyanígy láthatnánk. Igen? Viszont ugye ehhez a kamerához van az augmented reality beállítva. Az alsó képernyőn már látszik az a kép, amin elkészült a trükk is. Tehát ezt látja a néző, az alsót, és ezt látná, hogyha nem lenne AR rendszerünk.
Ezt ki irányítja az alsó képet, tehát gondolom az operatőr kérheti, hogy és most szeretném kérni a versenyautót, vagy szeretném kérni Messit, vagy szeretnék kérni valakit. Igen, hát ugye az adás rendezője mondja, hogy mikor történjenek meg az események, az operatőr viszont ennek a képnek a segítségével tudja követni a virtuális díszletet, a virtuális tárgyakat is. Az a lényege az AR-nek, hogyha ezzel a karral megmozdítom a kamerát, látható, hogy elmozdul a valós kameránk, és vele együtt a virtuális kamerán megmozdul a grafika is. Ezzel a joystickkel tudod mozgatni a kamerát. Ezzel, igen, de a kamerát azt tulajdonképpen itt mozgatom. Hát az egész darut tudom mozgatni csak kézzel. Ha csak itt szeretnék kicsiben fordulni, és akkor tudok lefele is, meg fölfele is menni. Hát azt hiszem, hogy nem veszem el az operatőreim munkáját, nem fenyegeti őket ez a veszély. Igen. Okay. És látod, bármerre mozogtál, a virtuális kamera pontosan ugyanazt csinálta, mint amit az igazi kamerával csináltál. Uh-huh. Ezt azt teszi lehetővé, hogy itt a kamera elején van egy érzékelőnk. Szóval itt... ez itt mit mutat? A csillagos eget. Igen, ezt a csillagos eget látja a mi kameránk. A kameránkra szerelt kameránk pontosabban. Aha. Tehát van egy kis érzékelő, ami figyeli az eget, amin markereket helyeztünk el, és ezek alapján tud tájékozódni az érzékelőnk, hogy hol helyezkedik el a valós kamera a valós stúdióban, és ebből az adatból tudja a grafikai rendszer ugyanabból a szögből elkészíteni nekünk a virtuális képet. Tehát akkor pontosan ezek a kicsi csillagok, ezek mit mutatnak? Ezek a kicsi csillagok reprezentálják a mennyezetünkre ragasztott kicsi fényvisszaverő matricákat. A kis fényvisszaverő matricáknak a helyzetéből tud tájékozódni a kamera. Sikerült egy jó párhuzamot vonnunk. Vagy csúk is talált csillagoséget, értem. Az egyik német cirkusz hologramokat szerepeltet valódi állatok helyett, így azok csak illúzióként vannak jelen a porondon. Sőt, szakemberek azzal is kísérleteznek, hogy elhunyt színészek és énekesek hologramként térhessenek vissza a színpadra. A következő néhány percben annak járunk utána, hol is tart ma a holográfia. Kenobi tábornok, ön atyám oldalán harcolt a háborúban. Most kéri, küzdjön vele a birodalom ellen is. Leia hercegnő hologram üzenete a csillagok háborújában, vagy épp nyomozó holointerfész a Vasemberben. A holográfia számos alkalommal megihlette a sci-fik íróit. De persze nem csak őket. A mozik régóta dolgoznak azon, hogy a vizuális élmény minél realisztikusabb legyen. Így jött a 3D technológia. Azt látni kell, hogy a mozi közönség az egyre jobban élvezi azt, hogyha 3D-ben tekinthet meg filmeket. Ha visszatekintünk az elmúlt 5 évre a bevételi listák első 10 helyén csak olyan filmeket látunk, amelyek 3D-ben is elérhetőek voltak. A 3D technológia elég régóta létezik már, ugye csak akkor még a zöld-piros szemüveget kellett használni. Aztán ugye amikor jött a polarizált technológia, akkor ugye már egyre látványosabbak voltak ezek a fajta megjelenések. A projektor ilyenkor két képet vetít egy különleges vászonra. A szemüveg lencséi pedig eltérő polarizáló fóliával vannak bevonva. A végeredmény az, hogy a két szem két különböző képet lát, ami 3D hatást eredményez. És hogy mikor jöhet el az igazi holografikus filmszínházak ideje? A jelenlegi technológia annyira üzembiztos és annyira jó képet tud nyújtani egy egyszerű mozivásznon is, hogy a 3D-s holografikus megjelenítése nem nagyon van igény. Én azt gondolom, hogy a personális felhasználás tekintetében van jövő, tehát az, hogy mondjuk mi a szobánkban vagy a saját zárt terünkben úgymond lesz egy hologram vetítő szobánk, és akkor oda beülünk és ott élhetünk át élményeket. Ez pedig már egy olyan 3D televízió, amelyhez nem kell 3D szemüveg, és amelyet Gábor Dénes nyomdokaiban haladva egy magyar cég fejlesztett ki. Az objektumokat jobbról, balról is szemügyre vehetjük, sőt az úgynevezett gesztus vezérelt változatoknál úgymond el is forgathatjuk a tárgyakat. Egy hagyományos 2D készülék, mert ehhez érdemes hasonlítani, tehát ez mindenki ismeri, a számítógépes képernyő egy pixele, vagy a tévé egy pixele, az piros, sárga vagy zöld, és az minden irányból piros, sárga, zöld.
Most a holovízió display képernyője az lehet, hogy innen zöld, innen meg piros, ugyanaz a pont. Tehát magyarul egy 3D képben annyiszor több információ van, ahány fénysugarat egyetlen pontból kibocsátok. A holográfia fejlődését ma leginkább az orvosi, sebészeti és az autóipari felhasználások hajtják, de a magyar fejlesztő cég elkészített egy teleprezensz, vagyis távjelenlétrendszert is, ami egy új korszakot nyithat a videokonferenciák történetében. Egy embernagyságú képernyőn megjelenik valaki, akivel tudunk beszélgetni, kinyúl a képernyőből majdnem, hogy kezet lehet vele fogni. Miközben az épület másik részében van egy kamerastúdió, ahol 96 kamera egy idejűleg veszi, számítógépek feldolgozzák, üvegszálon átviszik a jelet és megjelenik a diszplénőt. És itt nincs vége. Balogh Tibor és fejlesztő csapata elkészített egy olyan 3D LED-falat, amely a Szárnyas fejvadász című filmen is látható vizuális élményt ad. Amit állítunk, hogy a LED technológiák tulajdonképpen minden más display technológiát meg fognak ölni hosszú távon, különösen a moduláris, variálható display, és ebben mégsem volt eddig 3D megoldás, pedig egy meglehetősen vizuális műfaj, úgyhogy mi most ebben az irányban itt a háttérben lépegetünk és fejlesztünk, és például megcsináltuk az első szemüveg nélkül látható LED-fal prototípusunkat. Ez volt már a Multiverzum. Következő adásunkban a magyar őstörténet témakörét járjuk be. Találkozzunk tehát a jövő héten, addig pedig kövessenek minket a mediaclick.hu oldalon. Multiverzum. A tudomány határtalan.